Üdvözletem mindenkinek, Necrokrim vagyok, és jöjjön a videó a legkétségbe ejtőbb challenge-ről, amivel Call of Duty-sok találkoztak eme hosszú évek alatt, amivel sírnak, hogy úristen, hogyan is kellene megcsinálni, és milyen nehéz megcsinálni, így hát ti is megkerestetek engem egy-két levéllel, hogy hogyan lehetne a Point Blanket megcsinálni, így én, hát én belevetettem magam, hogy csináljak Point Blanket, és hát végig mentem egy-két játékon, és mert hogy hiszem, hogy vannak olyan játékok, amelyekkel bizonyos challenge-eket egyszerűbben meg lehet csinálni, így aztán nekifogtam TDM, nekifogtam Blitz, Domination, mindegyiket Free For All, mindegyiket végig mentem, hogy lássam, hogy mi az a melyik lehetne az a játék, ami megteremti a helyzetet a Point Blank Challenge-hez, hogy úgy mondjam. Azért mondom, hogy megteremti, mert hogyha, mert alapvetően elég nehéz egy challenge, és valóban a helyzetnek meg kell teremtődnie ahhoz, hogy Point Blank-et csinálj. Hogyan kell csinálni Point Blank-et? Gyakorlatilag az ellenfél közelébe kell férkőzni, nagyjából egy ilyen késelésnyi távolságon belül, úgyhogy az nem egyszerű. Azt meg kell annyi, és főleg az nem egyszerű, hogyha már közel vagy, lőj és ne reflexből késelj. Szóval ne ilyen pánikkés legyen a vége. Szóval hogyan kell ezt megcsinálni? Melyik az a játékmód, amivel ezt a helyzetet megteremthetitek? Hát, amint látjátok, már itt jó ideje zajlik nálam a képernyőn. Fiúk és lányok, kérem szépen, el kell menni Free for All-t játszani. Tehát Free for All az a játék, ahol az ember mögé lehet lopakodni, tehát lehet úgy is játszani a Free For All-t, hogy az ember mögé lopakodsz, és gyakorlatilag késelésnyi távolságba tudsz így kerülni, megteremtve a helyzetet a Point Blank számára, ami nem, még mindig nem garancia arra, hogy Point Blank killt fogsz kapni. Azt hiszem, hogy arra kell törekedni, hogy minimum fél oldalt, vagy szembe légy vele, és tényleg valóban közelről kell belelőni a tagba, és akkor megkapod végre a green kamót. Szóval, fiúk és lányok, ez lenne igazából a nagy titok. Én mondom, végigmentem TDM-en, végigmentem Hardcore-on, végképp meg se próbáljátok. Végigmentem Domination-on, Blitzen, Search and Rescue-n, hogy lássam, hogy melyik az a játék, ami valóban a legegyszerűbben teremti meg a helyzetet arra, hogy Point Blank-et csinálj, mert útközben rájöttem, hogy csak új Point Blanket nem fogsz csinálni, és én, bocsánat, azt is javaslom, hogy ezen az a challenge, ami tudjátok, ez véletlenül van meg, mindenkinek van kedvenc fegyvere, amúgy is ahhoz, hogy megtanuljunk mondjuk például a Call of Duty Ghost-ban jól játszani egy fegyverrel, jól kijönni, gyakorlatilag elég sokat kell lőni, hagyjátok, én azt javaslom, hagyjátok ezt a Point Blanket magától megvalósulni, de aki tudom, hogy vannak olyan emberek, akiknek a kihívás, úgy értem, hogy a challenge maga, hogy meglegyen minden kis apró kis kamó, meg minden a maximum legyen ezeknek mánia, vannak ilyen emberek, ezért én azt javaslom ezeknek az emberek, hogy tudatosan megteremtsék a helyzetet Point Blank számára, ami még mindig nem garancia rá, hogy Point Blank killt kapsz, azaz, hogy menjen Free For All-t játszani. Tudom, hogy ez nem egy egyszerű játékmód, hogy úgy mondjam, sokaknak meg nem a kedvence, de úgy kell felfogni, hogy a közelébe mész az ellenfélnek, tehát vadászatra indulsz, a lényeg az, hogy a közelébe kell menni, és ezzel tudod egyszerűen csak megteremteni a helyzetet, ami még mindig nem garancia arra, hogy Point Blank killt kapsz. Próbáltam már becsúszva, az már ugye egyszerre két challenge is egyébként, tehát hogy becsúszol és lősz, és úgyis néha Point Blanket kaptam, de akárhány játékmódon végigmentem, a Free For All volt még mindig az, ahol meccsenként legalább egy olyan 5-6 Point Blanket össze lehet hozni. Szóval azt mondom, hogy 10-11 meccsen belül gyakorlatilag meg lesz a Point Blank challenge-ed. Nem beszélve arról, hogyha végigcsinálod a Free For All-t és első háromba benne vagy, akkor feloldod a női katonák arcához való szerkesztési lehetőséget is. Úgyhogy Free For All-t megéri játszani ebből a szempontból, nem beszélve arra, hogy újabb taktikai nézőpontot kapsz a Call of Duty világáról, pályaszerkezetekről, és a emberek mozgásáról, spawnrendszerről, stb. Úgyhogy hajrá, fiúk és lányok, Point Blank Challenge-re föl! Várom a kérdéseket, különböző challenge-ekkel kapcsolatban, mivel nem vagytok tisztában, hogy hogyan szeretnétek, vagy hogy hogyan
akarjátok megcsinálni, vagy mi lenne az egyszerű út, megpróbálok csinálni videót róla, és segíteni nektek eljutni, megcsinálni ezt a challenge-et. Hamarosan következik egy új sorozat, szintén ti adtátok az ötletet, és ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet, a következő videókig, sziasztok!